vízzel a szárazság ellen. Egy lépés a klímaválság kezelésére. Rákóczi Újfalu. Helyszínünk Rákóczi Újfalu. A település Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a Tisza középső szakaszán található. Itt tavasszal gyakran okoz gondot a mezőgazdaságban a hóolvadásból vagy az esőből származó belvíz, míg nyáron, sőt, néha már tavasszal is a visszatérő aszállyal küzdenek. Egy évtizedekkel ezelőtt tavasszal ilyenkor sok helyen sík víz volt, nagyon vizes tavaszok voltak, nagy hó télen, nagy mennyiségű csapadék, ez most nincs. Ez egy több mint 20 éve karbantartás nélküli csatorna, lehet látni, hogy teljesen benőtte a víziakáca, gyalogakáca medret, és a mögöttem lévő területen lenne az egyetlen egy műtárgy a csatornán, amivel bekormáznyoznánk a vizet a csapadékvíztározóba. A megváltozott körülményekhez alkalmazkodnunk kell. Ezért elindult egy projekt, ami segíti az éghajlatváltozás hatásainak leginkább kitett magyarországi kistelepüléseket a klímaváltozásra való felkészülésben, és egyben utat mutat a szélsőségeket kiegyenlítő, vízmegőrző vízgazdálkodás irányába. A projektben alkalmazott, úgynevezett természetre alapozott vízmegtartó megoldások területeket adnak vissza a víznek, ezzel elősegítik a vízbázisok, a talaj és a vizes élőhelyek víztározó szerepének helyreállítását. Javítják a lakosság életfeltételeit, segítik a károk elkerülését és élőhelyet teremtenek. Mindez az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet is javítja, ami nagyon fontos, hiszen a ma tapasztalt hatásokkal és azok fokozódásával már mindenképpen számolnunk kell. Rákóczi Újfaluban az aszálykockázatot a belvíz és csapadék okozta vízfelesleg megtartásával szeretnék mérsékelni. Egy alacsony fekvésű önkormányzati területen, nem messze a művelődési háztól, egy fél hektáros sekélytavat alakítottak ki, ami egyben pihenőhely is lesz a lakosságnak. A falusi csatornára a víz megtartására alkalmas műtárgyat építettek, hogy a belvizet a tóba kormányozzák. A területen közvetve a tóhoz eljutó víz 3,7 km hosszan folyamatosan vízzel látja el a területet, ezáltal folyadékot ebből fel tudja venni a vadállomány, így nagy terhet vesz le rólunk, hogy tudunk a maradék 5000 hektárra figyelni, mind a fajok, ezáltal a vadászható fajok is remélhetőleg megtelepednek a csatorna szakaszon. Több száz családnak az otthona kerül ezáltal egy nagyobb biztonságba. A gazdálkodóknak már most látszik az, hogy a csatorna mentén a medertározásnak hála egy nagyobb terméshozamnak örülhetnek, gyorsabbá vált a mezőgazdasági termelésük, könnyebben juthatnak öntözővízhez. Célunk ezzel a beruházással itt Rákóczifalun alapvetően az, hogy egyrészt a lakosságnak megmutassuk, hogy mennyire értékes egy ilyen helyben kialakított tó, hogy mennyi mindenre használható, a rekreációtól kezdve a vízmegtartáson át. A másik célunk, hogy itt Rákóczifalun, hogy más önkormányzatoknak is példát mutassunk, azoknak, akik hasonló megoldásokban gondolkoznak. Habár a munkahatása hosszú távon lesz igazán érezhető, az eddigi tapasztalatok alapján eredményesnek tűnnek a problémákra alkalmazott kísérleti megoldások. Ez a település 70 évvel semmiből épült újra, és ez a víztározó is gyakorlatilag a nulláról egy vizes területről épült fel, mindösszesen egy 6 hónap alatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy az összefogásra, ami mögött a projekt mögött van, mind a szakértői csapat, mind a szakmai csapat, mind a település lakossága, civil szervezetekkel karöltve, horgászegyesület, vadásztársaság,
összefogott az önkormányzattal, szakértőkkel, belügyminisztériummal, és azt gondolom, hogy egy olyan munkát tudtunk letenni az asztalra, ami hülyen tükrözi Rákóczi újfalunak a fejlődését. Készült a Life Micac projekt keretében. A projekt az Európai Unió Life programjának, valamint a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósult meg.